Felállítás helyre! Menet! Indulj! Hátra! Harc! 1943. január 12-én indította meg a szovjet vörös hadsereg offenzíváját, mely végül a II. Magyar Hadsereg felőrlését eredményezte. Mínusz 35 fokos hidegben indult meg a technikai és létszámbeli fölénnyel rendelkező vörös hadsereg, amely két nappal később áttörte a frontvonalat, és újabb 3 nap kellett, hogy az immáron 3 részre szakadt hadsereg visszavonulását elkezdje. Ez azonban nem esztelen menekülés volt, hanem katlanról katlanra harcolva hátrálás, amivel sikerült megakadályozni a délhadsereg csoport teljes összeomlását. Január 12-én emlékezünk meg az ott életüket vesztett magyar honvédekről minden évben. Sátoralja új helyen a Zemplén térségi katasztrófa és polgári védelmi szövetség, az Eötvös József börtönügyi egyesület, a Sátoralja újhelyi városvédői szépítő egyesület, továbbá a füzéri hadtörténeti és helytörténeti kör tart évről évre közös megemlékezést. Idén Kocsi László ezredes, a Honvéd kulturális egyesület tanácsadója tartotta az emlékbeszédet. Tisztelt emlékezők! Kedves megjelentek, Sátoralja újhelyiek, diákok, kadérprogramban résztvevő diákok. Népünk évezredes történelme során kétszer került sorsfordító kapcsolatba a hazánktól több ezer kilométernyire hömpölygő folyó, a Don vidékével. Első ízben a honfoglalást megelőző évszázadban, amikor a Kárpát-medence irányába vonuló magyar harcosok szállásterülete a folyót érintette. A második találkozás számunkra drámai volt. 1942-43-ban közel 200 ezer magyar katona harcolt, halt hősi halált, sebesült meg, esett fogságba, vagy tűnt el a folyó mentén. A németekkel szövetségben a Don mentén megjelenő II. Királyi Honvéd hadsereg kataklizmája a magyarság történelmének egyik legnagyobb vesztesége és veresége, amelyet a mai napig őriz mind a nemzeti, mind a családi emlékezet. E rövid név, Don. Megtanulta tisztelni történelmünk. A magyar hadsereg, amely nem önként és nem dalolva, nem a felszabadítás vagy a visszahódítás vágyával jelent meg az orosz cseppén, nagy árat fizetett a hitleri Németország eddigi jótéteményeinek. Ránk nézve kedvező két bécsi döntés és Kárpátalja, valamint a délvidék visszajuttatásának számláját a németek kiállították, és a magyar államvezetés nem tudta tovább húzni, halasztani, esetleg negligálni annak kifizetését. A kormány a II. Magyar hadsereget az ország akkori teljesítő képességéhez képest felszerelte és indította el az orosz frontra. A hadsereg kötelékében pedig szép számmal meneteltek, vonatoztak vagy fogatoltak az egyenlőre barátságos nyári arcát mutató orosz sarkvidéken zempléni illetékességű származású lakosok is. Az 1943. január 12-én megindított szovjet ellentámadás hatalmas erejét és az ellene kifejtett kétségbe esett magyar védekezés jól illusztrálja, hogy a hadsereg negyede, mintegy 49-50 ezer fő hősi halált halt. Ez azért is szomorú, mert sem bajtársaik, sem hozzátartozóik nem tudták, és a mai napig sem tudnak tőlük búcsút venni, hiszen nem tudják, hol porhadnak testük. Ám hadd jegyezzem meg, hogy számtalan adat és bizonyíték van arra, hogy a helyi lakosság a magyar katonák holttesteit nem csak a sátjaihoz hasonlóan eltemette, hanem emlékét ápolja és napjainkba is ápolja. A német követeléseknek engedve a keleti hadszintére kiküldött hadsereg alakulatainak szervezése már 1942. februárjában elkezdődött. 1. Az 1941-42-ben érvényes hadrendben még nem szereplő, de gondos válogatással összeállított hadsereg mozgósítását az a cél vezérelte, hogy a II. Hadsereg emberanyaga egyenlően terhelje az ország egész területét, valamint minél kisebb mértékben érintse a honvédség szempontjából legértékesebb, legjobban kiképzett és felszerelt korosztályokat. Ezért harcoltak a Don mentén sok esetben családapák, és védekeztek kitartóan életerős fiaik. Úgy gondolom, hogy Kossuth városában helyén való az összehasonlítás,
miszerint 1942-ben a magyar hadvezetés hasonló nagyságú hadsereget vetett be Sztálin Szovjetuniója ellen, mint amekkora intervenciós erőt küldött 1849-ben szabadságharcunk elfolytására a cár. Tisztelt hölgyeim és uraim! A hazánkhoz frissen visszacsatolt területek férfi lakossága és arányosan kapott behívó parancsot, aminek következtében a 207 ezer főleg gyalogmenetben fogaton és gépjárműben kiment személyek és katonák a hadsereg 20%-ának nemzetiségé volt. Fegyverzetüket, felszerelésüket a honvédség összes alakulatától egyenlően elvont hadianyagból, és a német hadseregtől remélt kiegészítésre hagyatkozva állították össze. A hátországban rendelkezésre álló teljes fegyvermennyiség csak nem felét megkapta a második hadsereg. Az ország gépjármű állományának is körülbelül 45-48%-át. Bár az ígért német fegyverzeti és felszerelési kiegészítések csak részben, és főleg zsákmányolt eszközökből realizálódtak. A honvéd vezérkar, mégis a Magyar Királyi Honvédség akkoriban legjobban felszerelt hadseregét küldte ki 1942 tavaszán a hadműveleti területre. A honvédség 1938-tól meginduló fejlesztése azonban, még így is legfeljebb a szomszédos országok hasonló hadseregével megvivandó harcokra képesítette ki és készítette fel a csapatokat. Ezt a megállapítást erősítik a katonák tapasztalatai, a hazaküldött levelek és a későbbi visszaemlékezések. Zemplén vármegyéből származó Jancsik Béla tartalékos tiszt naplójából idézek. Egy zászlóalj váltotta az én egységemet az első vonalban, akik kézi fegyverekkel, páncéltörő eszközök nélkül foglalták el állásaikat. Ezt használták ki az orosz támadók. A védők semmi ellenállást nem tudtak tanúsítani a harckocsikkal szemben, páncéltörő fegyverek nélkül. Rengeteg halott és sebesült maradt ott. Tisztelt emlékezők! 1942. szeptemberétől tartós folyamatos hídfőcsaták, az otthontól elütött klíma, a német szövetséges megalázó cselekedetei az alakulatok demoralizálódásához vezettek. Az elcsigázott, a téli felszereléssel kellőképpen el nem látott fagyoskodó csapatok hamarosan lőszerből és üzemanyagból is kifogytak, mégpedig az utánpótlás legcsekélyebb reménye nélkül. A Voronyestől délre lezajlott 1943. január-február elejé események számunkra elsősorban történelmünk sokat idézett második hadseregének végnapjait jelentik. Katonáink mellett özvegyek, és az akkor elterjedt elnevezéssel élve Doni hadijárvák tízezrei szenvedték meg a vereséget. Ráadásul a szerencsésebbeknek mondható a frontról és a szovjet haditáborból, a haditáborokból hazatérő katonáink az 50-es években fasisztának minősültek, akikre hősként egyáltalán nem tekintett az akkori politikai vezetés. Sára Sándor filmrendező 1981-es Pergőtűzben című dokumentumfilm sorozata oldatta fel elsőként a történelmi emlékezet hallgatást, majd történészeink tanulmányai, művészeink köztéri alkotásaink köszönhetően a Doni katonai helytállás kezdett a helyére kerülni. Tisztelt emlékezők! Az 50 ezer fős halott körülbelül olyan annyi sebesült, 27-28 ezer fő hadifogoly, ők és a szovjetek ellentámadását túlélő szerencsésebb bajtársak teljesítették katonai esküjüket. Életük feláldozásával és megvédték felszerelésüket és eszközeiket. A magyar hadsereg a revízió megváltoztatását tervezte, ennek érdekében legfeljebb a szomszédos államokkal volt készen a harcra, de semmiképpen nem távoli hadszíntereken zajló, nagyhatalmakat felvonultató háborúra készült. Honvédeink, munkaszolgálatosaink távol hazájuktól áldozták fel életüket, amelynek hősiességét azonban most már biztos, hogy a szocializmus tiltása ellenére, valamint a gyorsan múló, előre szaladó idő ellenére sem felejthetünk el, és kegyelettel meg kell őrizni az emléküket. Feladatunk, hogy méltó megemlékezést átadjuk gyermekeinknek, unokáinknak, hogy nemzetünk soha ne felejtse el a Doni katasztrófát.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Isten áldja önöket! Miért is fontos ma 2023-ban is megemlékeznünk a 80 évvel ezelőtt történtekre? Egyrészt a Donkanyarban történt ütközetek egy nagyon komoly törést jelentettek a Magyar Honvédség és egyáltalán Magyarország számára. Nagyon sok dédapánk halt meg a Donkanyarban, több száz kilométer a hazájától, vagy 1000 kilométer a hazájától. Másodszor azért, mert az a hősiesség és az a helytállás a teljes kilátástalanságban egy mindent elsöprő orosz ellen támadással kapcsolatban, ahol mind létszámában, mind felszereltségében jócskán alul maradt a második magyar hadsereg a támadókhoz képest, mégis amíg lehetett helytálltak. Ez egy óriási példa mindnyájunk számára, akik azután születtünk, miután ez a katasztrófa, a katonai katasztrófa megtörtént. Én hálát adok az Istennek, hogy ez csak egy példa, és nem utánzandó példa. Én abban reménykedem, hogy sem a mi, sem a gyermekeink, sem az unokáink életében ilyenfajta helytállásra Magyarországon nem lesz szükség. A megemlékezésen a Sátorai Újhely Kossuth Lajos Technikum, Szakképzőiskola és Gimnázium tanulói működtek közre. Az esemény zárásaként a Történelmi Egyházak képviselői mondtak imát az elhunytak lelki üdvéért, majd a megjelent szervezetek elhelyezték a megemlékezés koszorúit.